szabadásoknak a műsor, és most pedig következzen Julis és Maris, avagy a Koma asszonyok. Julis, erre abban írva, hogy gyerekkel jön elmondtam. Akkor orvosság. Orvosság, bizony. Hát, műfogsor tisztítok. Se, még egyszer mondom, hogy itt az állítottam. Mi jutottál fel, Bálni? Na gondolj nagyon, hogy mikor megyek a buszmegállóba, a telefonbusszal az egész mindenség, az annyi felkendős volt, azt mondják nekem, hogy mama menjen oda közéjük, maga is migráns, mondom migráns, hát hogy a fotókul éjtartos irányítják. Azt mondja, hát maga biztos, hogy nem migráns, mert ilyen szép magyar utálunk, hogy én csak egy magyar. Na mondom, azért érde fiam, de azért az, hogy üttem át. Ahogyan? Gyalog? Meg. Váltál a menetbe? Megváltam a menetbe. Migráns menetbe, hát hogy kerültél ide? Hát szépen. Jó lassan. Jó lassan. Na. Jó, azt mondja, aztán most merre? Merre? Most megyek az unokáimhoz, viszek neki, mert az én kis unoka menjen, a Bertikém az nyitott egy ilyen manikőr szalonát, ám képzeld el. Most a minek neki a liba? A liba nem közlek, így viszont. A liba viszont a liba. Hát azért, mert... Hagyjuk meg! Mártonnak van te! Ja, jó, jó, én olyan maladékeny vagyok. Hát tojó. Ez Marli. Nem Márton. Nem, ez Marli. Marli. Honnan tudod, hogy tojó? Mit mutassam? Ha nem mutassam. Amúgy megképzeld-e még, mit mondott az unokám? Na, mit mondott? A Csabi. Azt mondja nekem, mama, mert a Csabinak elvei vannak. Milyen? Azt is megmondja nekem, hogy melyik kézbe fogja magunk, mert az úgy nem jó. De az még egyszer mondom, elvei vannak. Na. Mert olyan szépen szeri el nekem a bácskai munkának. Aztán meg azt mondta, hogy mama, maga tudja, mikor vesz észre, hogy itt lesznek a migránsok? Mit mondom, mikor Csabit? Ugye, ha lelopják a templomról körül. Jó. Na. Úgyhogy a Bertikémat meg nyitott egy ilyen manikúrszalont. Na végre. Azt azért nyitotta, hogy amikor már nagyon nagy a fájdalom, akkor bekapjanak egy feles. Jó. Nagyon jó csinálja ez a Bertinnak. Hát én megmegyek a városba. Te is tudod? Oda megyek. Tudod, áramlott a szemüvegem. Már a lencséjes nincsen szegénynek. Hát tényleg, Mariska, mert a lencsé... Akkor minek hordod most? Hát áll, nem találtam kicserét. Úgyhogy nagy bajok vannak. Nem látok, nem hallok, már most minden öregségem oda. Ilyen. Ilyenek vagyok. Most te hallottad a faluban a faluna? Hát a falunak, hogy hallottam, hallottam, de minden... Azt mondták, hogy kötetlen beszélgetés.
igen. Hát aztán én megállapítottam. De megvitték kötődni. Nem kötődni, hanem azt mondtam nekik, hogy kötetlenítik, mondjuk az egymás jó édesanyját. Aztán mi jót főztek? Mi jót főztek, azt nem tudom, mert most a közétek, na, ahol a készen, a közétkeztetése kész vagy. De jó, hogy ki tudod mondani ezt a hosszú szót. Hát nem. Én már nem tudom ezt a nyavaját, azért nem is rendülök ebédre. Nekem a szomszéd Miska főz. De olyan ügyes, hogy magad is festüli az ételt. Ja, hallottam, hogy négy-öt lábos meglöptettél. Megam, nagyon ügyes volt. Mondom, az odám lepte Pista. Hát mi az a köt fényes díjba? Hát akkor csak a Miska főzött. Mondom, jó, hogy akkor oda járunk ebédre, nem főzök. Mondjuk én csak az üzevéget nem eszed meg. Jó, hát te ilyen mindjárkos vagy. Nem. Na, mondjuk Miska, az a baj, hogy annyi beszéltünk, hogy elmegy az egyik busz. Megvárjuk a másik, ne, van még mondanunk van. Vagy megyünk az a rendésjáról, hát jaj, hát csak álljban hozom. De az a szép, jóképű gyurka gyerek állítsd bennünk, mert a gyurka gyereket azt én is szeretem, mert az nem köcsétű. Na, de hát nekem úgyis otthon maradt a köcsétös papírok. Na, akkor hogyan akarsz őt válni? Hát, kicsi pénzem már, ja. Hogy elhiszik, hogy nyugdíjas vagyok. Hello. Mi meglátjuk. Hallottad egyébként meg a padokon, megrendezték az idén a születi fölhözületet, nem láttalak. Hát azért nem láttam, mert nem maradt egy rongyom se, hogy elinduljak, mert minden kölcsöntölött aki. Ja, azért nem voltam. Hát annyian fölöltöztek. Utána meg jövök erre be a faluba a bahodra, mert most a bahod se 7 órakor nyit ki, mint máskor. Hétfőn mindig 10 órára hozzák a kenyeret, biztos az vannak a pénget. Aztán látom, hogy itt sürgölődés van a kultúrháznak. Hát esküvő volt, képzeld el, megszerték a törvényt, most már házasodnak is. Nem. Pedig ez rég utca nem divat. Jó, tették. Te az esküvőről teszünk. De mondjuk. Menne még az nekünk, ami régen? Nem tudom, mit akarsz? Na, ne haragadjunk. Na. De ott már aztán igazán idősebb vagyok. Hurra! Táncolni akarsz. Na, téged az ide drámkasson, ne így! Let the music shine.